Metagame, kártya és társasjátékbolt, társasjátékban. Ugyanúgy megtalálod a népszerű címeket, mint a különlegességeket, ritkaságokat, legyen az gyűjtögetős kártyajáték, társasjáték, szerepjáték, wargame vagy ehhez kapcsolódó kiegészítő. Válogass kedvedre Kádár utcai boltunkban vagy webshopunkban. Ha szeretnéd kipróbálni a játékokat, vagy megmérettetnéd magad versenykörnyezetben, szeretettel várunk az ország egyik legnagyobb klubjában, a Nyugati mellett. Média partnerünk az elefg.hu, naprakész szerepjáték és sci-fi tartalmak. Csatlakozz Magyarország legnagyobb szerepjátékos Discord szerveréhez. Keres játékostársakat, játsz online, vagy csak beszélges és szórakozz más tavernásokkal. Mire vársz még? A videó leírásába vagy a stream alatt megtalálod Discord elérhetőségünket. Spotify-on immáron podcast formában is hallgathatod kalandjainkat. Köszönjük Patreon támogatóinknak! Navarik, Vangrizar, Gófer Valentine, Melchior, Miyamoto Musashi, Slityu, köszönjük! Köszönjük szépen Twitch feliratkozóinknak! Los Blancos, Milan, Gófer Valentine, Norbi Papa, Amdos, Dobó Kapitány, Zolax, Lao, Esbence, Atomo, Salifater, Mjölnir Storm, Varug, El Petya, Akonag, Hightech és Dvangrizár. Köszönjük! Sziasztok! Üdvözöllek titeket egy újabb taverna napon. Terosz világában folytatjuk a kalandjainkat, ahol a srácok, csajok egy labirintusból próbálnak kijutni, és az útvonalat meglelték, viszont valami kürt szó hangzott el, aminek még nem tudjuk, hogy mi lesz az eredménye. Úgyhogy sziasztok, skacok! Hello! Hello! Hello. Mindenki Hello. Is. Hello! Skac! És... mikor odaértek, akkor a kapun, ami tipre kivezet innen, ezt látjátok, és ezen kívül ezt a feliratot. Ajaj. Mindent teszem, de egyébként vegyétek semmi nem el, látszik a vényerő miatt. Látjátok? Egy. Panni, olvass a fő, mert ő találta meg. Jó, ez a hint van az Poppy. Ajtón, és mellette van egy ilyen, hát mihez hasonlíthatnám a legjobban, olyasmi, mint egy biciklizár számok vannak rajta, lehet tekergetni. Tekergető számzár. Tekergetős számzár. És perception próba. Hoppá. Hogy mit ér... Hallottam, jön. Hogy az előző részben nem volt ő nagyon harc. Kitől hallottad ezt? Én nem tudom, csak így súgták. Én nem mondtam, hogy ez rossz. Tündérek a fülemben. 12. 15. 21. Hallok, látok. Hallod, hogy nagy léptekkel fut valami. Mögöttük. Nem telik a mögöttetek, annyira még nem. De a, a mögöttünk lévő... a labirintusból jön egyetlen. Jön az a nagy... Jön az a nagy... izé... Szedjük a lábunkat. Vagy a számzára. Útközben azért megiszom a potion. Hát már ott áll, mindenki ott állunk a kapunál, amin ki kéne jutni, hogyha megcsináljuk a számzárat. Azt, hol van a labirintus nagyjából, hogy állunk, mi a harci, nagy harci helyzet? A másikat nem értettem el. De egyébként... Fordítsuk meg ezt, és akkor... Hat. Ja, én lehet kidobtam, mert valami papírt kidobtam. Plusz kettő a kicsit. Tehát úgy néz kettő, ki, akkor a cucc, ahogy állunk, hogy itt a kapu. Így. Kapu, és akkor az, kapu. Hogyha ez a vége, akkor kettő föl egy bal. Folytatódik a... Most rajzúra lettök. Igen, folytatjuk a korepetálást. Szabadon. Igen, az M betűnél vagyunk. Az az X, az nem jelent, az már nem jelent. Ja. M betűnél vagyunk. Hoppá. De nem egyet fölmegyünk akkor, attól még. És utána jövünk erre. Tehát akkor eddig ez jó. Ott csak vissza, úgy. És ha. Utána lefele, tehát így vissza. És erre megyünk így. Szóval mindegy, itt viszonylag hosszan van. Mint a bármit értenék benne. Jó, egy óriási pók itt ne, mászik mellettem. Ne, biztos, hogy nem. Pók, biztos, hogy nem én vagyok. Jó van, Panni, ezt te kaszáspók. Megidéztük. Te húzattad be. Lajd, kaszáspóktól ne félj. Kaszáspóktól még én sem félek. Pedig én... De az meg ez felé mászik. Dehogy is, mert izé, most scoutol.
Mutasd még egyszer a... olvassátok közül, ami ott van. Még egyszer létszerzét, ha? Azért nem fog mászni, amit látok, figyelek. Tehát nézzek így a falak, ugye? Nézd már meg, hát már alattam van telibe. Igen. Ne féljél már póktól. Bocsássatok meg. Ha most mindenki megsüketült, aki hallgatja a műsort, akkor szóval... De ügyes vagy amúgy, hogy megmentetted. Köszi. Nagy utakat járok, itt be a tarantul erősek. És ez egy olyan... Az olyan... is itt történt. Megmentettük, hát ha itt druidat. Nem akarjuk, hogy itt visszaalakuljon, bazd meg. Ez azért valós alakjára. Aztán... Volt egy torna. Nézhetnénk itt. Amúgy bazd meg, milyen lenne műsor közepén így rátapasunk, így egy druida előjön. És így gázsos formba így eltűnik. Megnézem, hogy elraktam el. Egy szatír. Izé, druida. Úristen. Jó, tehát, hogy jön mögöttünk az őrületes. Az őrületes. Itt nincs. Mindenség. Bocs. Jó. Jó, és itt vagyunk. Szerintem... Nem tudok mit bekészíteni. Egy heroizmot fog kapni. Egy heroint? Egy heroint-ot. Nincs írás, meg semmi, semmi nincs, csak de, egy számzár. De írás van, meg de hogy nem idegen nyelvek, csak igen. Közös, nem idegen nyelvek, hanem közös nyelvek. Közös nyelven, értető nyelven. Igen. Az van, hogy 1, 2, 3, 4, 5 darab sor van, minden sorban van 3 szám, és a 3 szám mellett van egy mondat. Opa. Az első számsor mellett, egyébként az 2, 9, 1, az van odaírva, hogy egy szám jó és jó helye. Ez a játék, a piros. A második... Milyen piros? A színes. Mi kell? Semmi. A második sornál 2, 4, 5 a szám, és az a felirat, hogy egy szám jó, de a rossz helyen. Tessék már! A harmadiknál 4, 6, 3, a felirat pedig, hogy két szám jó, de rossz helyen. A negyedik sornál 5, 7, 8, ide az van felírva, hogy egyik se jó. És az utolsó sornál 5, 6, 9, a felirat pedig egy szám jó, de rossz helyen. Gimi. Mi volt az utcsó sor? Egy szám jó, de rossz. De nem úgy értem, hogy milyen volt 5, a számsor. 5, 6, 9. Hol a telefonom? Ja? Jó, az 5 is akkor biztos nincs. Egy szám jó, de rossz helyen. Akkor 6-os, 9-es lehet. Egy szám jó és jó helyen lehet. A második helyen a 9-es. Mert más nincsen ott, szóval a második 9-es az fix. Utána azt mondja, hogy egy szám jó, de rossz helyen. De ez honnan nem lehet a 2-es. Hát azért, mert az utolsó azt mondta, hát, hogy meg kizárja egy szám jó, viszont rossz helyen, de itt meg egy szám jó szóval és jó helyen. A 2-es az nem lehet, az fix. Nem lehet az 5-ös sem, mert az volt... Nem. Várjál, akkor itt valami nem jó. Ebből tudni nem egyik se. Egy szám jó, de rossz helyen. A 4-es lesz a jó, de rossz helyen. Szóval a 4-es, vagy az 1-es, vagy a 3-ason. Dobhatok egy stealth-et. És utána két szám jó, de rossz helyen. A 4-es lesz az első helyen. Akkor 4, 9, 3. Szívesen. Nem. Két szám jó, rossz helyen. És itt, itt a hármasra végződik. Két számra jó, de rossz helyen. Akkor, akkor 3, 9, 4. Először egy stealth-et nyomnék, plusz 4. Megvárom, hogy közben Panni hol. 12 stealth. Rossz olvastam. És jó, te elindulsz, de egyébként nem jutsz annyira sokáig, mert viszonylag gyorsan hallod, hogy nyílik a kapu. De közben már elég hangosak a léptek is. Nagyon jó vagyok matematikában, mert anyukám 3, 9, 4. Igen. Király. Nice. Egy prém, két prém. Hát akkor... Látod, az a 10-es int, az nem is olyan kevés. Érted, átszott ő is azzal a kis bogyóssal. Hát most... Ennyi. A kedvelt Minotaurus játék. Beteszed a kis zöld. De izékkel játszanak ilyen emberi új csontokkal, igen. Nem, de sok ilyen izé volt az összes ilyen szar horror játékban ez a megfejtő van. Igen, ez nem is az enyém. Ja? Kofi. Bocsi. Hát akkor purizok vissza a kapuhoz. Spurizok vissza a kapuhoz. Aha. Jó, rendben. Des. Ahogy gondolom elkezdenétek átmenni, már látjátok, hogy egyébként tökre a nyomotokban van, szóval... A nyomunkban van, nem tudom, már látom, nem lehet visszazárni a izit? Elpörgetem a számokat, nem záródik vissza mögöttünk? Áthaladtok, és visszatudjátok visszazáródik. Ennyi.
Geci nagy fejszény át. A terem, amiben juttok, amúgy esküszöm, nem logikai feladat lesz az egész, az egész szülés. Nyugodtan, nagyon jók vagyunk benne a Dávid, de hogyha nem, akkor Pani előmegy pokba. Mi vagyunk itt nagyon nyomozók. Mi hasznom legyen még. Igen, igen, a fasz. A terem, amiben juttok, egy fehér márványból készült terem. Kújnak és számszerű. Veletek szembe áll egy... Mutatom, micsoda. Egyébként mellette pedig kettő darab szobrot láttok. Női alakokat formáznak. Az egyik kezükbe, mind a két kezükbe egy-egy ilyen cserépedény van. Az egyiket így felfelé tartják, a másikat úgy, mintha kiöntenének éppen belőle valamit. Uh-huh. Ez van közöttük. Nem mozdul, nem reagál rátok egyelőre. Ja, ilyen páncélos csontváz. Csontváz, aha. Csonti, páncélos csonti. Nagy kardol a kezébe. És a két nő alak, annak van valami különlegessége már, mint valami olyan ruhában van, mint a papnő lenne, vagy van egy izé, full mesztelenek. Nice. Az egyik... Fanszörzet van-e? Van. Van. Akkor... Fazonra van vágva, van, vagy nem? Tehát, hogy... Nem, ez hagyva van, hogy... Hagyva van, természetes? Természetes. Olyan olaszos. Igen, igen. Ja. Természetes van hagyva. Igen, akkor értem, rújra, hogy hova. Akkor az kéteni, logikus. Két női alak, középen pedig ez a csontváz gólem-szerű valami. Más a terembe? Hát igen, az az egyetlen férfi, kiszívták a nők belőle a lelket. Így, ez így szokott lenni, mit? Investigálhatok. Investigál. Natúsz! Investigate, de nem ilyen kuka. Na 10. 15. Jó, te találsz egy ilyen kis furcsa, mint hogyha ilyen nagyon-nagyon jó, egybesimul a talajjal, szóval, hogy nem mondanád, hogy ezt így könnyű lehet megtalálni, de valószínűleg elmozdítható. Mi? Egy ilyen fedélszerűség. Ah. Gondolom, kinyitod? Igen, telepatikus. Nem tudom, kinyitni, pók vagyok, de telepatikusan elmondom nekik, hogy ott... Ja, mert te még mindig pók vagy, bocsé, pillanatra kizökkentem. No para. Ott nem tudom hány óránál, nem tudom hány méterre, nem tudom, vízi, szabadtól. Ott van egy mozdítható elem lent a talajon. Valaki? Gondolom, kinek küldted? Mindenkinek ezt így, igen, broadcastolom. Hoppá, csoportcset. Csoportcset. Hol, hol vagy? Pók? Látunk? Látunk. De nem lesz. Tőlem, szabadtól, mert ő nagy. Ja. Tőrem, valamerre. 10 óránál. Tőlem 10 óra, az tőle neki. Óra. Ilyen olyan távolságra. Megint elkezd papírokat kivagdolni. 10 óránál, de csak 1 óra. Elővesz egy ilyen izetén szökmérőt. De majd lesz 10, gyűjtünk még. Na, szóval ott, ez, elvileg ez. Én el tudok ereszkedni pókhálóval? Az olyan, mint hogy a padlónak a része. Összeszövje a szővel, hogy itt van, bazd meg, és egy pókhálóból ki van szőve, hogy itt gec, egy nagy nyíl. Hülyék már. Nem látjátok. A Tourette-szindrómás pók. Bazd meg. Gyertek már, fiatalok, nézzétek meg ti is. Oda megyünk. Felnyitjátok, és van benne egy nyaklánc. Aranyaklánc. Aranyaklánc. És egy piros szív alakú kő van rajta. Még nem tudjátok, mit csinál. Ennyi. Ez a két női alak, ez ismerős lehet bármilyen vallási szempontból, vagy történelmi szempontból? Nekem láthattam már ezt a kettősséget. Religion. Amúgy más kijárat a teremből van, ajtó, bármi? Mert ezt még nem kérdeztük. 21. Nem tudnál olyat mondani, amire így teljesen egyértelmű. Uh-huh. Igazából ilyen női szobrok vannak mindenfelé. Hát igen, igen, de hogy nem, ez a kettős egymás mellett egyik kijönti, másik nem menti ki, nem, semmi olyan. Jó.
fehér márvány, megtaláltuk ezt a nyakláncot, és a két szobor van, az egyik így felfele tartja. Minden kettőnek van a egy-egy a kezébe. Az egyik felfele tartja. Ami felfele, a másik kezébe pedig így el van döntve. Amiben, hogyha most valami lenne, akkor kifolyna. Aha. Így van. Egyébként ereztek ki. Van olyan, ahova ki tudna folyni ez a víz? Tehát van alatt mondjuk egy ilyen... Nincs. Nem kell oda pisilni. És a nyaklánc az anélkül, hogy mozdítanám, meg lehet nézni, hogy mi van csak ott a puci padlón? Az elmozdult valami? Az valószínűleg csak így el lett ide rejtve. Hogy miért pont ide, azt nem tudjátok. Ki lehet venni? Kiveszitek? Valaki tegye el. Legyezd meg, hogy én találtam. Hát, ha valami ismerős. Hát, ha beszívja a könyv. Aranyból van. és a szobroknak, egyiknek sincs mondjuk a nyakán egy ilyen vájat, vagy bármi, hogy beleégjen egy... Nincs. Tehát, mintha nem mintha lóla... És a bokájukon, mint a bokalánc lenne. Mondjuk végül is. És nem az ajtó semmi. Eltűnt a labirintus felől, vagy... Tehát, hogy visszafele nem látna? Nem. Eddig jöttünk. Nincs tovább. Nincs. Jó volt. Csontváz. Nem, okosak vagy. A csontváz zat megvizsgálnám, így nem érnék hozzá, de... Nem, de megnézném, hogy esetleg azon nincs valami jel, rúna, bármi egyéb dolog, nincs a nyakába valami, a kezébe, tart-e fegyvere, van-e fegyvere, van-e bármi. Jó. Hát amit ugye itt láttál is a képen, hogy alapvetően van rajta ugye egy sisak, ez egy tigrist formáz. A két vállpáncéja is valami furcsa, hát nem tudod pontosan megmondani, hogy milyen állat, de legjobban hiénákhoz hasonlít. Van, ami ragadózó, az biztos. Azokat ábrázol, ilyen láncok lógnak rajta végig, az egyik kezében van egy nagy kard. Itt van ilyen lábszárvédő, és az is a térdénél ilyen kutya, oroszlád, valami ragadozó állatot szimbolizál. Lila színű ilyen kis hasonruházata van, amit nem tudom, minek mondjam. Amin ugyanúgy lóg egy lánc. Lánc? Uh-huh. Nem volt valami ott az izé fönt, hogy le volt láncolva, amikor még az izébe voltunk? A fönti cúzbot leláncol, le volt láncolva, nem? A sárkányka. Megszerített egy sárkányt a Lükosz. Igen, a srác. Igen, Lüko. Mindegy, nem? Mindegy, oké. Okay. Ezt hangosan gondolkodom, úgyhogy ezért mondom ezt. Lükosz. Kárhozat. Meg ugye tigris izé mintás a fejfedője, nem lehet ő, nem tudom, igen. Valami hős. Akinek a példáját kell követnünk. Héraklész. Így egyértelműen nem tudod. A király Héraklész, nem? Héraklész az oroszlán. Hát jó, hát most tigris oroszlán, most ennyi legyen izé. Ennyi legyen már izé teroszva, hogy izé nem ugyanúgy néz ki. Ja. De hogy akkor igazából csak ennyi, tehát hogy magát a felszerelését tudom megvizsgálni, hogy milyen, de hogy nem látok rajta semmi, se feliratot, se semmit, és a lánc az hol van? Az csak úgy lóg róla? Hát több helyen is csak lóg. Tehát úgy lógnak róla láncok. Így van. Izé hétágú csillag nincs sehol a fején, izé kezén. Nincs rajta. Jó. A női szobrok milyen magasok? Tehát hogyha... Magasabbak, mint egy ember átlagosan. Szóval nem egy per egy ember méretű. Hanem egy picit magasabb. Hanem azért magasabbak. Jó, de hogyha akarnék, bele tudnék tenni valamit a köcsökbe. Persze. Meg tudod oldani. Nem ilyen írtózatosan magas, meg tudnád oldani, hogy beled akarsz tenni valamit. Két méter, két és fél, vagy valami ilyesmi. Most érted azon nagy alok, hogy lehet, hogy valamit bele kéne tenni magába, amit felfele tart? Nem, nincs semmi olyan, ami... Pénz, lélekszilánk. Hát igen, csak hogy mit szimbolizálnak ezek, ugye? Hát, de csak ezeken gondolom. Mert nekem nem kell bemült semmi eszembe, ami hallásilag kapcsolódna ehhez, vagy mondák ügyében. Hát, hogy valami olyan, amiben, hogyha valamit beteszel, akkor valami kifolyik, vagy nem tudom, kiömlik. Egy lyukas kolacs.
Hát megnézhetjük, egy kis vizet önthetünk a tele lévőbe. Próbáljuk meg. Megpróbálok, beleöntök egy keves vizet a... Azt, aki, az, aki nem önti ki? Akinek... Mind a kettő kiönti. Ugyanaz, az egyik önti, az egyik kezéből önti, tartja. A másikból ja, tartja. Ja, hogy mind a kettőből ugyanúgy a kezéből. Akkor a legfelsőbe vannak. Kell tölteni, hát a végig folyik. Ja, mind a kettőnél kettő van. Tehát, hogy egyet igen. Így tart, a másikat meg önti. Áhá, jó, azt hittem, hogy az egyik fölfele tartja, a másik meg lefele. Nem, mind a kettőnek kettőből. Mind a kettőnek kettőből kezéből. Jó. És várjunk, hogy néznek valamára a szobrok? Egyenesen. Jó, de mindenketten, tehát nem olyan, hogy az egyik arra néz, a másik meg látszik, nem. Hogy tök más irányba. Olyan, mintha tükörben lennének így egymás mellett, így vannak, aha. És akkor... Mindenketten arra néznek, így fogja izét. De akkor nem is ugyanabban. Vagyis egymás fele fogják. Fordulva vannak, mint a közöttük lenne nem, mind a kettő ugyanabban az irányban, olyan, aha. Mintha így lennék, vagy így lennék. Mm-hmm. Áhá, jó. És amikor, ami beönt, az vagy a csontváz szobor felé önt, vagy kifele önt? Kifelé. Jó. Akkor az életet hát öntik ki, öntsünk bele vért. A bal oldali. Na, így nézzük. Beleöntötök akkor vizet? Vizet. Uh-huh. Először. Első körbe. A jó. Bal oldaliba, mert a szerencse... Szerencse baloldali? A baloldalit pártolja. Baloldaliba? Igen. Jó, beleöntöd a vizet, majd látod, hogy elkezd kifolyni a másikból, és ahogy folyik ki, a víz, az nem 100%-osan úgy viselkedik, mint egy víz, mert így elkezd egy emberi alakot megformázni. Vízre ment el. Most még csináltok-e valamit, mielőtt megformálódik? Nem hiszem. Szétbasszam! Hát nézzük meg, hogy mit mond, lehet, hogy azt mondja, hogy... Megitted a healing potidat? Fel is írtad magadnak, amit hírt? A gyógyszeremet bevetted, papa? Igen. Jó. Egy heroizmot kastrok azért, egy heroizmot. Hát egyet itt el, az biztos, amit... Nem fogok úgysem, majd lehet, hogy a guide-unk lesz. Jó, mikor megformálódik, akkor az is egy női alakot vesz föl, viszont ilyen vizes hatású, uh-huh. És megszólal, hogy nincs rajtatok a jel, és erre fel is ébred az a csontváz középen. Ránézek már a kezemre, hogy rajtunk van a jel. Az igen. A nyaklánc! Nyakláncot gyorsan fel kell venni. Jó. Nem. Nem csinál semmit a nyaklánc. Milyen erről van szó egyébként, ne haragudjon. Csicsok, erre tévedtünk. Erre tudod használni mondjuk a képességedet? Hát attól függ, hogy milyen képességre gondolsz. Én csak a szóval. Ja, nem azt akarom, csak ja, megbeszélni vele. Ugyan. Már látjátok, hogy ők azért készülnek csatázni, szóval, hogy ők annyira nem akarnak leállni beszélgetni. Akkor beverem nem a másik de akkor tényleg nem láttam semmi jelet rajtuk, se a csontvázon, se a nőn, se semmi, nem volt semmi jel. Mert ha termet nézem, várjál, ez egy fehér márvány izét mondtál, nem? Kire? A padlóban nincs valami jel, vagy valahol a márvány mintázatában valami bármi olyan jel, hogy milyen jelre gondol? Mielőtt meg megkérdezi. De, dobj, és azért adok advantage-et, mert nagyon jót dobott az előbb a Panni. Az investigation-re. Igen. Investet? Uh-huh. 16. 16. Jó, azt mondom, hogy nagyon jót dobott a Panni, úgyhogy 16-tal is meg... Nem, mert tényleg igazából ő is észrevehette volna, csak ő pókalakban van, ugye? Uh-huh. És azért te nem láttad volna ugye a magasságod miatt át az egészet, szóval értitek, mire akarok kiugrani. Ezért kérdeztem, mert hogy így viszont ránézek. Panni, akkor 16-tal láthatod, mint aki négy. Mert akkor én azt mondom, hogy hangosan, hogy vele keresek valami jelet itt a földön, és akkor Panni meg azt úgy is hallja pókként, hogy ja, de figyelj, itt volt ilyen fura izé. A hétágú csillagot. Pontosan ezt akarom közben mondani, mert hogyha a hétágú csillagot keresi, az egyébként... Kerested. Én kerestem ugye a hétágú csillagot, csak ugye... Hát a... Azt mondtam, hogy nem. Mondjuk lehet, nem. Igen, csak én az izén kerestem a szobrokon. Ez a padlón van. Jó. De most mondtam a padlón csak. Szóljatok, hogyha elcseszik. Nem. A szobron meg a csontvázon kerestem. Igen. Csak hogy kerestem. Szóval, hogy az csak azért nem... Volt rajtunk, mert hát úgy alakult véletlenül, de itt van.
egyébként... Ez nem ott az a lény csinálja, hanem én, bocsi. Itt van egyébként valahol nálam, szerintem, a szimbólum. Ez közben, mikor ti telepatikusan megtaláltátok. Aha. Mindegy, ettől még tovább kell jutnunk jó. innen. És indul, hát gondolom. Hát próbálj, meggyőzés, meggyőzheted, meg kommunikálsz, szóval meg lehet győzni. Leg? Hát ez átverés inkább, mert nincs amúgy nálunk. Akkor azt. De fel kell rajzolnunk magunk a izére. Hát figyelj, bármi. Vére. Ó, yes! Mi az? Mi az? Hát 20. Jó, egyelőre vár. 23. Nem reagál semmit, várja, hogy én lenn a porból, kis sára rajzolom magamra a hétágú csillagot. Én értem csinálok. Én várok. Kivárok. Készen létbe helyezem a mindset. Te mondtad, hogy ott van a föld? Aha, mondtam, hogy itt a csillag a földön. Hát én is megpróbálom. Van nekem kizém. Ceruzám. Ide, izé. Ki letépek egy darab papírt, rajzolok rá egy ilyen hétágút, és akkor így beteszem így a nyakamba. Jó, jó, erre megfogja magát, hozzáér, arrébb mozdul, hozzáér a másik szoborhoz, és abból is elkezd kiomlani a víz, és ott is materializálódik. Nincsen rajtatok a második jel! Az meg a plafonon van. Hát nem, hát azért jót dobtál, de azért furcsálja a viselkedéseteket. Egy másikat is, és ő is azért így mindenki készenlétben áll, hogy támadjon rátok. Mi csak kiszeretnék ide jutni. Do not fight, we are your friends. Hölgyem. Egyáltalán nem akarunk itt bajt, mi is csak eltévedtünk itt. Eltévedtetek? Eltévedtünk. Nem. De a labirintusból legalább kijutottunk. Jó, akkor én is jöttem. Eltévedtek, amikor itt izé... Hát, érted, nem értettem. Az eltévedett lelkek, a... De én nem vagyok jó hazudozásban, sajnos. Nyolcnál gyűvök majd, de... Tizen... Bocsánatot kérek, mert ez annyira nagy az a mert. Tü-t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 ü-
Jó van ez amúgy, belátni az egészet. Csak a közepére próbáljuk pakolgatni, hogy ne kelljen nagyon sokat. Hogy áll? Lúk. Úristen! Hát ha ő úgy sem akarta felvenni. És értetek, mindenki a balhoz áll közel akkor? Mindenki oda ment, vagy csak egy balhoz? Hát én hát kérdés, hogy hol van a hétágú csillag, mert én akkor ott vagyok. Már itt van, mert ő hozzáért a másikhoz. Hát én is vagyok ott az arcukban, nyilván ennyit azért hátrébb léptem, hogy... Amikor megmondtok. Mhm. Kb. Ott vagyok, hogyha ott vettem észre a csillagot. Nyugodtan helyzetek magatokat úgy, hogy szeretnétek. Meg igen, letegyük körbe fallal a magát a helyet. Csak azért, hogy nagyjából lássuk, hogy mekkora mozgási terünk nem van. Nem ez, amit adtál nekem, nem? Mi a fallal? Fallalal, meg hogy ugye jól kitakarja. Jó, most nem baj, jó, ez tök nélkül. Ott fejjel nagyjából vágjuk, érted. Nagyjából. Úgy tökéletes. Nem azogjunk már ki a izéből. A szobából. Ja, hát igen. Haló. Jó, ez vagyunk mi. Hát ez pont ide befér, hogyha ide teszed. Mert ez pont erre fordult ellalak. Így. Hogyha oda teszed, akkor az pont volt jó. Két szobor. Ja, de szobrok azok nem a szobrok, hanem ők a víznények. Ezek a víznények, ugye? A mellettük vannak a szobrok. Szobrok ott maradtak, így van. Jó, hogy nem vértett. A víznények mekkorák? Normális ember méretűek. Médium. Vértetettünk volna, akkor megalvadtak volna, az lassak lettek volna. Ja, az így... Ripeg ropogtak volna. Jó, felírom a HP-ket, aztán az initiatívet. Milyen jó, hogy nincs amúgy szlotunk, meg életünk, meg ilyes. De hát most léptünk szintet, akkor kaptatok el, de szlopba. Én így 40-en.
31 plusz 7 támp. Megittem mind a két potiont, igen. Én egy, és a normi alakomba 12, szóval nem vagyok jó. 12-n voltál, úgyhogy még léptünk szintet is, megkaptad a izét. Igen, utána sebződtem. Ja, mert izé belementél a csapdába, meg az ilyen. Csapodába csalogat. Szóval én most itt maradok, srácok. Szemlélem a környezetet. Hát ja, stratégaként magyarázok nektek, hogy nagyon jól tudjatok koncentrálni a csatára. Dobok nekik kezdeményezőt. Ó! Majd egyszer valaha talán sorra kerül. La 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 pa 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 la la pa pa. Na, Dávid, kezdeményező. Jó, nem dobtam. Na, 18. Nem? Mert nem 18. Jack of all trades, úgyhogy 19. Jacko. 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 Oh, hi-hi. 19. Szép. Papi? 8. Dob még egyet, léci. Én? Jaj, papi. Nem, papi. 13. Jó. Akkor papi. Oké, Panni. 7. Buci. 15. Jó, akkor az lesz a sorrendünk, hogy Dávid, Buci, papi, én. Te? Te is ott leszel? Így van. Úristen. Panni. Ne üljük meg ezt itt. És ne. Megint én. Csármoljon. Na, hát az már. Az megteti. Nem lehet csinálni. Dávid az első. Úristen! Konst, már most mestresztes vagyok? 21. Úristen, az elméd az... A cél. Végre most nem izé, nem egy ilyen valamilyen gólemet így beküld maga mellé a harcba, hanem ő is fog valamit csinálni. Jó, na figyelj! Figyelek. Az lesz... Ó, Isten faszáltam úgy. Az lesz, hogy el fogok nyomni. Dobjanak nekem Charisma Saving Throw-t. El fogok nyomni egy Zone of Truth-ot ide. Az hasznos harci varázslat. Várjál, várjál. Charisma Saving? Charisma Saving, most már... Igen, most ugyanúgy. Most már 14. Hú, tényleg, az is nőtt. Mindenki írja föl, az is nőtt. Mi nőtt? A spell save DC-d, meg a spell attack bónuszod, meg ilyenek. Mert ugye a proficiency az nőtt. 15-öt mondtál? 14. 14, ja, mindenkinek megvan. Megvan? Már hogy megdobták? Megdobták. A kurva nyugat akkor. 15 alá nem dobtam. Az szép. Jó. De igazából ettől még csak annyit kérdezek, mert... spell közben, hogy hát de ugyanúgy mit kellene tennünk, hogy lehessen bántódásunk, nem akarunk mi semmi rosszat, és így hátrébb lépek 3-4-et, így ide hátra szépen, miközben látom, tovább megyek, úgy meg az ő mögéjük is, miközben érzem, hogy ezek nem olyan meggyőzhető a állapotú arcok, és azt fogom mondani Andronikusnak, hogy így megütögetem hátra a vállát, hogy nagyon ügyesen, ez nagyon nagy, ez a nagy csontvác. Egy Bardic Inspiration. D8? D8 most már. És ez mire? Támadásra? Inspiration, minden, bármire. Bár. Damage-re nem. Arra nem. De hogy támadás, meg save, meg... Kezdő 10 percbe. Oké. Okay. AC-ra. Ennyi. Jaj, az kéne. AC-ra egy D8, ez jó lenne. Ennyi, kész vagyok. Jó. Következő az Buci. Becsukom a szemem. Elmormolok egy imát. Majd amikor kinyitom, ilyen lilás csillagok elkezdenek így körbeveszni. És az action-em Nuxborn elindul a egy perc. Nem láttuk, ugye? De, egyszer már csináltam. Igen. Hát aludtam amúgy. Aztán amúgy csináltam. Megesett. Mindenféle ilyen csillagok és egyéb dolgok vesznek körül.
És... ez volt az action-om. Bonus action-ből nem tudok mit csinálni. Igen, a... bocs. Egy nem, marad el. Picit kilépek a... kilépek, ennyit nézd, én is így ide. Ennyi. És magam beállok izébe, harci helyzetbe. Jó, más valamit csinálsz? Nem. Meg volt az action. Igazából slotom már nincs, mert tudok még egy reactionos Silver Barbot, úgyhogy... Jó, papi. Hát... És aztán ide kell jönnöm, hogy az összeset sebezzem. És... 13-as konstira dobjanak. Hát, ugye nem, sőt, meg most már azt számom, 14. Hogy, 14, ja. Hát várjál, attól függ. Tudod, hogy nem rage-elsz. Hát proficiency bónusz plusz konsti. Mennyi a konstit? Konstim az plusz 3. Meg a proficiency az 6. Akkor csak plusz 8, várjál. Akkor 14. 14. Neked is. Aha, nekem is annyi most 23. 14-re. És lángolok. Jó, levontam, aki kapta. Szupi, ütöm az egyik picsát. Ideg állapotban. Hát szerintem a középen van. Aki itt most kék, ugye? Aha. Most kék. Nem fogom eltalálni, nem, mert... 8, meg... Hát igen, csak üzébe ütök. Rekibe. Hát igen. Szóval az 3, meg... Ja, hogy Great Weapon Master. De még Great Weapon Master. Persze. Ja, csak úgy. Kizárom. Szóval, mi az? 10-zel nem találom el, guess. Igen. Nem. Ennyi. Advantage-el ütnek majd. Jó. És akkor jönnek is. A baj lesz. Még nem pozíztak ki, csak a két csajjére. Erre mondtad, hogy a Darkest Dungeons zenét szeretnéd, Veszti. Ja, azt a kultistásra mondtam, de ugye beteheted ide is. Nem, most kuci, már. Kuci. Marad egy. Jó, összesen 8 damage. Az 4. Hogyha nem elementál damage. Piercing, bludgeoning. Psychic. Akkor az 8 marad. Kurva. Jajjaj. Az 8 marad. Mindenki psychic, aztán... Ettől esni fogok. Hát ez vagy... most az volt. Ja, ez még csak az egyik volt. Ja nem, mindenki. Azok lenyomták. Most és az összes psychicot sebzett. Igen. Jó. Ennyi. Azt nem tudom. Az agyadat megkarmolták. Igen. Ezt a picit. A pici az agyamat mégis megkarmolták, megtalálták. Jó, panik következik. De akkor ezek a vízemberek voltak, és a skeleton... Az még nem, az még nem mozdult. Ő nagyon rosszat dobott, ő lesz az utcsó. Ja, jó, oké. Okay. Ő még nem mozdult. Én akkor már egy terv fogalmazódik a fejembe, de egyelőre még nem. Szóval feteszékbe vonulnék abba a sarokba. És egyelőre elbújnék egy stealth-el. Jó. Már egy egészre vettek. De egyedül maradtam ott. 12. Inkább én vagyok egyedül ott. 12. Túl sok. Ja, stealth? Jó. Oké, okay. Ennyi volt akkor a köröd? Nézzük, mit csináljon. Mert mindegy, bocs, abba a sarokba, ott abba, oda. Amennyit 20 fittel meg tudok tenni. Mennyit itt álltál, ugye? Itt. Köszönöm. Jó, azt fogja csinálni, hogy
közelebb jön, mert itt ti többen vagytok. Olyan. És megjelenik körülötte egy aura. Ki van benne? Ti ketten vagytok benne, és szeretnék kérni egy wisdom saving throw-t. Uff. Jó, egy szép, ilyen túlvilági, sötét, kicsit ködös, de átlátható, szóval nem darkness. Csak ezt beüvölti, hogy tőlem lesz körülötte. Tőlem lehet full mennyire darkness is. 23. 15. Mind a kettőtöknek megvan. Nem történik Francba, semmi. Francba, miért nem teljes darkness, és ez nekem erre jó? Az izére, és erre a képességére hát, ti 24 óráig immunok vagytok. Jó, majd. Hát a tüdem fog élni. Úgyhogy... Ki tudja. Ennyi volt a körászkasztól. Igen, tehát, lehet, hogy teázni fogunk egy 24 óránát. Jó, következő kör indul. Dáviddal. Konsti? Ó, bassza meg, tényleg. 21, megint. Ja. Őrületes. Gyerünk, szabad! Gyerünk! Szabad. Így magadban, szalom. Mi hiszünk benned, szabad! Jó! Te is kapsz egy Bardic Inspiration-t. Te pedig kapsz egy Heroism. Ó, az a immun vagyok a fear-re, meg... D, és 3 temp HP minden köröd elején. Jó, nice. Most egyelőre akkor erre most 5, nem 10, kapok, mert most 15, hetem vagyok. 20, most nem. De mindegy. De, ha, amíg koncentrál, akkor jó. Köröd elején 3. Fasza. És hátrébb lépek oda, miután megérintettem a vállát, hogy összetartunk, megcsináljuk. Visszajutunk, így magadban. Ennyi lenne a körön. Igen, nem álljulsz a következő körben. Így van. Támadni fogom ezt a cucclit. Jó, hát semmim nincs már, úgyhogy csak úgy magába. Már nem. Magától. Még mert jöpsz, te dobj egy int. De, vagy hát igazából mindenki dobhatna. Hmm, nekem nincs. Mint próbál. Ja, igazából most mindenki. Most nem pánikolok egy kicsit. 14. Én csak egy öreg ember. Neked? Int? Jó, bocs. Körvégén. 23 a támadásom. Jó. 10. Akkor papja a legokosabb. 23-mal találok? Nagyon okos vagy. Persze. Zsíros királyság. 6 darab damage. Jó. Jó lassú lesz ilyen kis 6-os damage-ekkel, de hát ez van. Hát na. Jó. Szóval csinálsz még valamit? Nem. Oké, akkor papi következik. Még nem tudok. Csapok. Hú, geci. Jó, nem, mozog, nem csapok. Hm? Tudtál volna, hogyha rád mozogsz a nagyszörnyre, akkor közben fogjuk. Így is advantage-re dobom. Ja, hogy neked. De akkor nem kell ezért, nem, jaj, nem várjál, kell reckless attackolnod. Ugyanaz, 14-re dobáljanak. Csak azt mondom, ja, hogy akkor nem kell reckless attackolnod, és akkor nem biztos, hogy rád is. Te pszichó vagyok. Jó. Pszichó. Dobom nekik akkor. Meg reckless attackolnod. Dobtam egy 1-est, meg egy 6-ot. Sima. Jó, közben kidobtam, mindjárt dobom a sebzést a papinak. Hány HP-t van amúgy? 32. Oh, megittem az összes healing. Papi kétszer támadt, csak szólok. Jó, tényleg, bocsi. És azt viszont már nem tudod reklászba, csak az elsőt. Igen. Nem, vagy hogy van? Hát first azt írja, hogy egy action két atakot tol, akkor miért ne lehetne? De mindegyik, azt mondja, bekapcsolod, és akkor az összes atakod addig. Szóval reakciós, nem, de az összes atakod reckless. 7 meg 7, 14. Melyikre támadsz? Hát a kékre. Arra, akire eddig. Megvan. Na. Cool. Nuhu! Hu-hu-hu-hu! 18-28. Dirra! Wow, kivégzed! De ennyi volt! Hát mondjuk víz! Ez mondjuk el! Meg bónusz atakból lángolok, ha még nem dobtad ki nekik. Micsodát? A bónusz atakból meg lángolok. De azt már ki, azt nem mondtam. Akkor jó. Azért tudtad ki. Jó! Azt...
Jó. Felírtad a sebzést, amit adtam neked? Nem mondtál sebzést. De a 12-t, nem? Vagy az... Nekem de az egy sebezte 12-t. Megkérdezted, hány HP-n van. Ja, de mondtam közben, hogy már kidobtam előre most az előbb, amíg gondolkoztál. De egyik 12. meghalt. Jó, akkor újra dobom a kezedbe. Meg most ők jönnek? Vagy mi van? Igen, most? Mert most ők jönnek. Csak elsiettem egy kicsit igazolni a papinak. Jó, oké, akkor ez viszont nem talál le. Jó. Jó, akkor Panni következik. Megint kiúztam a hátammal? Én akkor megint csak egy picit arrébb mennék, 20 fittel a sarokba. Plók. Ez most tényleg az a pók, ami ott volt a föld, hogy megyek igen, keresztül. Igen. Szépen, ja, Dávid, kirak a szobában. Így. Menjen és, még? Nem, hát jó ott a sarokba. Jó. És akkor a padlón visszaalakulnék bónusz actionből, és actionből tudom meginni a healing potit? Igen. Uh-huh. Még igen. Mert az is változik majd. Bónusz action. A healing potion most ezt már az új kiadásban. Akkor így játsszuk most már, hogy hát, de még micsodát? Új kiadásban bónusz action a healing potion. Amúgy nekem logikus, mi annó házi szabályoztuk is. Ja, ez szerintem ez házi szabály. Nem tudom, hogy egyébként ugye full action, de ja, egyébként ez sokkal logikusabb már most. Akkor mostantól meghúzom a vonalat. Jó, nem baj, hogyha ez action, így is visszaalakulok, ha nem telt le a 2 óra. Micsoda? Ha épp nem pont most telt le a 2 óra, akkor így is a bonus action-emet fel kell használni, hogyha át akarok alakulni, szóval akkor átalakulok. És akkor a Greater Healing Potit azt most meginnám. 3 meg 4 az eddig 10. 13 meg 4 az 17-et gyógyulok. Miért gondolja, hogy... Lejátszás listát kell változtatni. 17. Önállóskodik, bazd meg. A Spotify. Ő azt mondja, hogy majd én megmondom. Majd én megmondom, hogy te mit akarsz hallgatni, hülye gyerek, nehogy már lejátszás listákat csinálj. Ez volt a második köröm. Töp. Szerintem most egymásra vártak. Ja, ennyi. Vége? Bocsánat. Jó, oké. Kalapozunk egyet. Én következek. Nem tudok más csinálni. Nem tudok. Hát Andronikos az, aki, vagy Andronikos, aki a legveszélyesebbnek tűnik neki. Andronikos, te ezt mondtad már. Úgyhogy. Jó, Istenem, puták vagyok. Jó, ez szerintem meg. Disadvantage-el támad. Ja, bocsi. Nincs meg! Nagyon nincs meg neki! Jó! Nagyon melléd vág a földbe, egy kicsit, egy minimálisan föl is hasítja. A földet olyan nagy erővel. Kluk. Úgyhogy... ennyi. Nagyon elrontotta. Dávid, a következő. Dobjam a... Dobjad? Konsti. 11. Az most már nincs meg. Jó, jó, no. Puk. Cicsika, micsika. De a sarokba jött, tehát a falnál, úgyhogy végül is... Na mi lesz itt? Meglátjuk. Koncentráció, de akkor viszont gondolom esik. Az esik, persze. Akkor ezt nem kapom már, vagy ez hogy? De az ő Bardic Inspiration. Én nem kapom a heroizmot. De a Bardic neked is marad, ha majd kelleni fog. Ja, és már ebben a körben vagyok is. Aha, akkor rá kéne jönnöm. Lementettem a képet. Okos gyerek vagyok. Na, várjál egy kicsit. Letöltések. Messenger, igen. 9-es. 3. 4. 6. 9. Ó, király. Hozok majd. Egy hatalmas skorpió. Már nem hatalmas, de az átlagos más. Jóval nagyobb skorpió az, amelyik... Nem. Nem egy ilyen... Mérek van a farkunkban? Nem medium, hanem small még, vagy lehet medium nagyságú.
Hát akkor, mint egy ember. Skorpió ugyan ilyen izében. Ember! Most egy jöttem a skorpió templomból. Ember. Jó, te csak az nagy. Te vagy most a skorpió király? Hát, medium szerintem a Giant Scorpion. Giganto Scorpion. Jó. Igazából az lesz, hogy oda fog futni ehhez a nagy csont dologhoz, aki egyértelműen bántja itt a dolgokat, akik velük, embereket, akik velük vannak, és multiattakolni fog keményen. Kemény multiattakolásokban? Igen. Mekkorának minősül? Huge-nak minősül ez a csontváz? Vagy large-nak? Large. Jó. Mindegy, médium bármit. Vagy fókot, pókot hozzá, vagy bármi, mindegy. Ja, addig nyomatom, jó? Nem közrefogás, annyi speedje nincsen. Ez jó. Az első. Második az 6 meg 4 10-zel nem lesz meg. A Sting pedig 13, 17 a harmadik, jó. 8 plusz 2, ez 8. Ez lesz jó? Persze, tök, sőt, ez kurva jó. Ide jött csak a tiranida. Jó, 17-tel megvan? A nagy, persze. Nagy. Jó, akkor az pedig egy D10. Kellene kidobnia, ha nem huge. Igen. Ha nem csak large, akkor egy grapple, egy DC12-es grapple check-et. Ez 8, ez meg 5. Az erő? Vagy igen, hát attól függ, hogy mit szeretne. Athletics vagy Acrobatics? Gondolom Athletics. Nem erő ellen erő a grapple. Hát ott védekezni lehet a Acrobaticsból is, nem? Az menő. Támadni nem. Hát szerintem ő erőből nyomná, mert nem egy ugri-bugri lényecske. Nem, nem tűnik annak. És úgy 12 összesen. Mennyi neked? 12. Annyi a DC. Akkor az pont megvan. Nem lesz grapple-olva, viszont sebződik 8 piercinget, nem, 8 bludgeoninget, és 5 piercinget. A konsti szévet a poisonre gondolom engedjük el inkább. Kaki tudja. De bárjál, vizél csonti. Élő halott, nem tudom. Úgyhogy ennyi. Ennyi volt. Jó. Utána búci. Jó, beforgok. Nem grapple-ölted akkor? Nem. Jó, akkor beforgok úgy, hogy advantást kapjak a támadásra. Ha már összefogjuk a izével. Nagyon jól néz ki ez a mini. Az a nagy... Ja, jó, menő. És... Te? Jó, festettünk ki. Már közöltetek is ellene. Tudod, mit akarok? Most mennyit mozogtam? 5, 10, 15. Azt akarom, hogy shocking grasp-elem. Villám. Végül is miért ne bántaná villám? Mindegy. Advantage-et izé rajta van. Páncél. Azt mondtad, hogy mondjuk dupla advantage-et úgyse kaphatok, úgyhogy mindegy. Nincs ilyen páncél, de van válvértje, lábszárvédője, sisakja. Ott a 20-as, ott a 20-as, ott a crit. És mivel 2D8, azért akkor 4D8, nem? Mert ugye 2D8 a shocking lesz, mert ötösszintűek vagyunk. Ja. Hát ez kúra jó kérdés. Hát nem. Hát a... De, a sebzést duplázom. Igen. Tehát az 2D8, 3D8, kérek majd 1D8. Adok. 4D8. Opa. 10, 18, 25 lightning. Ez fájt neki, nem? 25 lightning, és...
Most léptem ugye, itt álltam, 5, 10, 15, 20, 25, 30 kilépek. És ugye nincs izéje, reaction-je. Ja, shock ingress miatt. Shock ingress miatt, tehát nem tud rám ütni. Nice. Ezt simaliban megoldjátok. Na, következő. Papi. Baszom arcát szokottan. 11. Szóval a harmadik köröm. 9, 8, a 9, az 4, azzal nem, és nézzük a másodikat, arra viszont dobok még egy ilyet is, hogy legyen. Azzal már biztos eltelem, de hát ha crit, nem crit, jó, akkor 20, 15, 22-vel gondolom találom meg kisebben, már eltaláltam az előbb. Na még egy 12-est. Á, 8. Nem, ez 8, meg 6, az 14, 24. Jó, azt látod, hogy összeesik. Bam! Viszont 24. Így, így. És még dobnia kell, mert bónusz akcióból meg lángolok. Elpárologtatod. Így. Párologtató vagy. Az vagyok egyébként. Itt aromaterápiát csinálok, így egy és narancsot belecsöpöztetek. Így jön ki a száján, és így kicsit feltámaszkodik. Jó van. Szóval nem halt meg. Jó. De meg fog. Ott van. Meg ja, várjál, te nem a nagy lényt ütötted. Nem, a kicsi. Jaj, de hülye vagyok, bocsánat. Kis csajt. Megiszom és kipisálom. Akkor viszont ő max HP, és ott meg kéket izélted, ugye? Igen. Jó, így akkor van. Viszont ő nem hal meg. Az attól függ, hogy kapott-e már tüzet azóta, mert kétszer nem, már... Nem, ő már megdobta. Jól van. Jó, akkor viszont ő fog visszaütni rád, és advantage-ra. De ő mindjárt meghalt viszont. Nem gondoltam. És advantage-ra dob ellened. Great weapon. Great, akkor ezt el is veszem. Oké. Hmm. Mennyi pszichik? 11 összesen. Úristen. Hány HP-n vagy? 21. Tök jó vagy. Mit akarsz? Van. Egy plusz 5-ös baltát. Ő ellenség, nem, ő nem ellenség. Nem, ő ellenség, az a nagy, meg a kicsi. Ketten vannak, ennyi. Igen. Uh-huh. Azt tűnik. Nézem, hogy van-e esetleg olyan pont, ahova be tudok állni, de szerintem olyan nem lesz, hogy 15 cube-os területen mind a kettőt elérjem, de szabatot nem, szóval szerintem ilyen nem lesz. Viszont akkor így ide állnék be, 5, 10, 15, és akkor egy Thunder Wave-et szeretnék eltolni, méghozzá 3-as szinten, így hogy már 2-es, sima 1-es nem szeretnék, és 3-asom meg most már lett. Jó. Mm-hmm. Szóval akkor plusz 2D8-al tudom majd csinálni, de először egy konstit kell dobnia. Ez a nagyra, ugye? Igen, a nagyra. És 13. Jó, az megvan, megdobta. Megdobta, akkor csak half damage lesz majd, és akkor azt mondja, hogy egyébként lenne 2, de még 2-t hozzátolunk. 4D8. Aha. Van elég? 3, meg 3 az 6, köszi, 7. Tehát akkor ez összesen 12. Sebzés? Aha. Felezi, nem? Ja, annak a fele, bocs, igen. Összesen 12, akkor 6. És hat. Mivel megdobta, ezért marad a helyén. Ja. Én viszont egy kicsit arrébb mennék, mert uncomfortable. 5, 10, 15. Hm-hm-hm. 20, 25, 30, 35. És ennyit tudok csinálni, mert bónusz action-ben nem tudok totemezni, mert totemeztem. Oksi, viszont az egyetlen, aki közel állt maradt vele, az a skorpió, úgyhogy őt fogja ütni.
én vagyok a skorpió király. Azaz. Rák népség. Ez rák biztos népség. Meg lesz? Ez nagyon magas volt? Biztosan nem 15 lesz, a naturális armorja, úgyhogy... Jó. Egy ment be. Na nézzük. Egy ment be, de az 80 damage. Hol van ezek? Csak így halljuk, hogy csattan a kar, így pong, pong, és a korpi, hogy ketté. Ja. 14 slashing. 14, oké. Okay. Na, ez a kard, geco. Igen. És egy kézzel forgatja. Kett. Jó, boss megvolt. Tehát. Megy tovább, üti. Üti, mert veszélyes. Úgyhogy nem kapok advantage-et semmiből, de van egy, először egy claw, ez 4, az nem fog találni, van még egy claw támadás, ami 12-vel gondolom még az se. A nagyra nem. Persze, és van egy stingje, ami szintén 4 plusz 4. Úgyhogy akkor ez így ennyi, próbál így batakodni, de nem tud batakodni. De tök jó, föltartja. Jaja, csik-csik-csik-csik, szóval meg össze, bár, meg szurkál, meg ilyesmi, meg hadakozik keményen. Ez egyébként teljesen normális skorpiónak néz ki, nem ilyen színes, mágikus... Ugyanúgy néz ki, mint az összes ilyen, ilyen fekete grafitból, mint a... A cerka skorpió. Cerka skorpió, mint a... Jó, hogy nekik nincs egyáltalán színük, semmelyiknek, mindegyik csak egy nincs. Ilyen rajz. Igen. Mint a videoklipbe, tudod, a csávó, aki lenyúlja a nőjét, a rajzolt csávó. Szóval mindegyik ugyanilyen. Jó. Take on me, take on me. Nem, nincs meg. Nekem meg van. Ja, ja. Nekem nincs meg a klip. Nekem az izé ugrott most be a Narutóból a száj, de mindegy. Azt nem, nem néztem sosem. Amúgy large beast. Large. Úgyhogy akkor large. Akkor 4 kockát futalak. Akkor, mint én. Pazsa, menj, mint az állat. Jó, szóval akkor megvoltál, úgyhogy a buci következik. Oké. Mindjárt az 5, 10, 20, 25, 30. 4. Jó. Mindeközben, hogy ide beállok, a közben rámutatok a nagyra. És ilyen kis lila pengék jelennek meg a feje körül, és dobjon nekem egy micsodát, intelligence-et 14-re. Úristen! Kurva, nincs meg neki. Okay, akkor sebződik 6 darab psychic damage-et. Aztán be lehet, hogy arra immun is, nem tudom. Immunis a Psychic-ra? Jó. Mert lehet, hogy immunis, nem immunis. Tudti? Nem. Tök jó. És a következő saving trójából D4-et majd levonunk. Minusz 4 save-re. D4. És úgy látod, mintha összeesne, de amit az előbb mondtam el, igen, mégis feltápászkodik. Jó. És annyit mondok még, hogy most üssétek, gyengében tud védekezni. Csak szeretném így kijátszani azt, hogy értsétek, hogyha valamit láttak, akkor utána érdemes rányomni a Thunder Wave-et. Saving throw-ra. Saving throw-ra, tehát hogy ilyenkor, csak hogy most direkt szólok így a csapatban, hogy most nem, hanem kap minusz 4-et a következő saving throw-jára. Az jó, az bánthatja akkor. Hát vagy bármi, érted, tehát hogy ez tök jó. Jó. Csak azért akartam, hogy ne az legyen, hogy szétizéljük, hanem így szólok, hogy most... Mint a másik vagy? Nem, amúgy mind a kettő ilyen kék. Csak... Akkor miért nem olyan minit hoztál, ami kék? Van meg, mert... Vagy mind a kettő zöld. Na? És beállok úgy a izé ellen, hogy szabad nagyon érezze pontosan amúgy. Ezt amúgy gondoltam. Amúgy nem én festettem. Akkor nem. Ez festve lehet venni. Bocsánat, mit mondtam? Akkor, semmi, ennyit megcsinálta meg szabad. Nem kell reckless, mert ugyanúgy advantage-el dobom. Ez biztos, hogy megvan. 17 meg 7, az 24. Megvan. Akkor egyszer kap 15, 21 sebzést. A vízlény? Aha. Meghal.
Oké, okay, hát akkor ennyi, mert a másik támadással... De fussod az ezért, azt azért... De szerintem, amikor egy atakból tolod, akkor egy emberre kell... Nem úgy értem, fing le a tüzetbe. Ne, egyébként meg... De egyébként, hogyha egyben megy, és sebez, akkor az megöli. Szóval, én azt értem, de a második támadás, mert azt megoszthatod. Kett, megoszthatom? Szerintem persze, hogy megoszthatod. Hát azért támadsz kétszer. Akkor erre még ide ráfutok, mert én most már 40-et tudok mozogni. Mennyi volt a másiknak 19-el. Jó, megvan 19-el. Még nem dobtam, azért dobtam kettőt, mert advantage-el dobtam. Ez előzőt kérdezi. De nem talált be mind a két tám... Vagy... Egyet tám, csak advantage-el dobott. Jó, okay. Igen. 13, vagy pedig 13. 20. Meg 7, az 20. És akkor szeret. Ez pedig neki még plusz 6, ugye? 4, 5, 6, az 17, 27. De akkor ez nem, ha nem mondtad le a Great Weapon-t, akkor plusz 10-et ne add hozzá. Nem, a Reckless. A Great Weapon-t tudom, de hozzáad a plusz 10-et. Most a Great Weapon-ből pedig nem mondtad le. Jaj, tényleg, akkor levonom. Elnézést, a izét akartam, csak a Reckless-t. Tehát 15-tel lenne a Great Weapon-nál a hit. 15? Jó, 15-tel eltalálom? Uh-huh. Jó, akkor ugyanez. Igen, a advantage-et nem néztem. Igen, de, csak nem reckless ezek. Ah, igen, az és a végén mennyi volt akkor a sebzés? 27, 11, meg 10, 21, 27. Jó, hogy szeretnéd kivégezni? Ennyi volt, kész. Hát így futok, és húzom magam utána a bajtát, és így felfele, így kettévág. Mint jó. A golfhoz neki. Ameddig Bling. Megbeszélitek, hogy... Jó. Sehogy. Hát ez hogyan jutunk ilyen, nem tudjuk, hogy mit látunk. Ha. Na. Egy távozó pisilő szőkén. Akkor elkezdjük átvizsgálni a szobát. Igen. Meg én fellocsollak téged. Mindenki 20-at dobott investigálásra. 11-es szerintem nem kelek fel. 9. Majd az előbb 10-nél fel kell. 11-el kell tépve. Le kell vonnom még egy izét. Hehehe. Már csak egyszer tudok csalni. Ó, már megint. Izét csúcsújunk. De hát nagyon, nagyon félelmetesek ezek a... Én nem vagyok ehhez hozzászokva. De összeesett. Mi? Hát ez a nagy csont izé. Halott, élő halott. Majd a csontot is jól meginvestigálnám. Miért akar mindenki megölni minket itt az alapvilágban, de hát már halottak vagyunk. De azt nem tudom feltűnte, hogy akkor támadtak meg, mikor kiderült, hogy igazából mi nem szándékosan vagyunk itt, hanem eltévedtünk. Itt ez valószínűleg a szektársoknak a... Lehet. A kis én nem vagyok jó ebben, hogy nem mondjak igazán. Igen, és itt lent volt az a jel, ahogy néztem. Mármint a hétágú csillag itt, ahogy így, ha így ide állsz, innen így, akkor így látod itt. Végig tapisztok, kerestek mindent, közben dobj, hogy felébredsz. Én szeretném megtapizni, megnézegetni. Nyugalom van, úgyhogy most már felkelsz a 11-en. Investigál és vagy mi? Jó. A csontvázat szeretném megnézni, nem látok semmit. 7-tel. 2. Erre nem dobom le a Bardic Inspiration-t, mert 2-t úgyse tudnék. Jó, te fölkeltél, Dávid. Már beszélgettünk is egy kicsit. Ja. Úgyhogy már szólj, hogyha legközelebb keresetek. Várok. Kivárok. Mindenki más is keresett? Nem, de most... Igen, de nem akarok róla beszélni. Mit kellene keresni? Kicsit most... Nem látok se ajtót, se semmit. Ami alapján láthatnám, hogy hát tovább megyünk. Hát a szobrok maradtak, nem? Csak a csontvázdom. Hiszen a két csaj az a víz volt, amit kiöntöttek, szóval a többi marad. Most kell gyorsan felrajzolni a csillagot, és utána megint vizelni. De, hello! Sziasztok, új vízelementára! Kértek, nem? Vagy csak egyet? Valószínűleg csak ezért. Jó, akkor én is most egy ilyen nyálas, sáros, saras jelet tolnék ide a hétágú csillagot. Na, azt felnyomjuk a izé, csillagot, azt öntünk új vizet. Jó! És hát, ha nem ugyanaz az elmélyünk. Mi azért nem néznék itt. Meg ott a kis rejtek
ajtó, amit felhajtottunk, hogy ott nincs esetleg valami extra gomb, vagy valami, ami így mathatok. A nyaklánc képként, de milyen hétágú csillagos nyaklánc? Nem, az egy szívecske alakú, azért... Igen. Piros pont követ. Az ellentéte. Hat. Nem találsz mást. Nincsen, nem találok. Akkor már próbáljátok ezt? Kiutat. Én nem, de én nem vagyok egy bonyolult. Nem tudom, én még egyelőre nem biztos, hogy magamra akarnám rajzolni ezt a hétágú csillagot. Egyelőre nem vagyok. Sietünk most innenki? Nem, nem sietünk egyelőre. Jelenleg ez a legnyugodtabb környezet, ahol valahol voltatok. Csak mondtam. Hát akkor hatalmas. Tehát ameddig nem öntünk vizet, vagy bármit abba a cudba, addig valószínűleg nem fog történni. Hát akkor úgy késő. Nem. Megpróbálok, hát ha... Pihenjünk egyet? Nem, hát az se rossz, de egy 10 percet megpróbálok én is a külvilággal egy kis csatornát nyitni, ahogy lehet. Jó, akkor üljünk le egy 10 percre. Egy short rest. Az egy óra. Ez egy long óra. Long rest. Hát az most hát nem két volt. Órája, két igen. Órája long rest tehetünk, vagy három max. Biztos, hogy több mint kettő, mert két órát voltam majdnem teljesen ebben a pókalakban. Akkor lehet, hogy akár három is volt. Na igen. Ja, nem sok volt. Három órája adtunk itt az ideje. Én viszont akkor rituáléból identifálom a kis igaz gyöngyömmel, amit még kaptam. És ez megmarad, nem? Az nem konszumálódik. Nem. Ugye? Ez megmarad. Úgyhogy én azt szeretném, így masszírozom, meg meditálok rajta, hogy... Én azzal a 10 perc alatt még egyszer megpróbálnék keresni. Investigálni. Jó. És az utolsó pillanatban investigálok, amikor még fel tudom használni a 10 perces bardic inspiration-t. Jó. Úgyhogy most már ezt így fel is használom, tehát tök mindegy, mit dobok, ezt felhasználom. Jó. Az újra. Semmi. Jó. Mennyi investigation? 13. Jó. Szóval csak annyi, hogy... egy identifájt szeretnék a nyakláncra, hogy hát ha leír ide a bölcsessége a mesternek, illetve hogy hozzá tudok-e férni ehhez a tudathoz, amihez az identifájjal. Az mit mondnak pontosan? Hát egy mágikus itemről mindent, kivéve azt a körzt. Jó. Hogyan kell hozzá attunálódni, hogyan kell használni. Ja, mit ad? Okay. Lehet, hogy nem is az. De ezt találtuk itt, úgyhogy... Ez a nyaklánc azt csinálja, hogy amikor long restenként 0 HP-ra kerülsz, viszont droppol egyre. Mi? Ja, akkor ugyanazt, ami említettünk. Mint a háporkok, amit tudnak. Na, csak emlegetni kellett. És ez stackelődik? Végül is. Szóval, hogyha felveszem, igen. Akkor kétszer kerek fel egy HP. Igen. És csatlakozós. Mert az egyik az izé, mert az egyik arra attunálódsz, a másik az meg rés, vagy mi az izé, heroik izé, tehát hogy duplán tudsz felkelni. Nem, úgy nincs semmi látványos izéje, csak én itt a képeket próbálom felidézni, hogy láthattam-e, vagy tanulhattam-e, vagy érzékelhettem-e. Olyan visszatért figurám. Menő. Nice. Ezek lesznek mindjárt. És abból hagyjátok a csecsemőket. Szeretek a gyerekeket csecsemőgyarabolni. Abból hagyjátok a csecsemőket. Na jó, van, én nem találtam semmit itt az elmúlt 10 percben. Nem tudom, üljünk le esetleg és pihenjünk egy rövidet. Együnk egy sort. Jó, én már elrövideztem. Te már elrövidezted? Ja, mert most csak egy 10 percre ültünk le, de ez még nem. Megkezdte rövidezni. Jó, hát akkor mivel elkezdett rövidezni, akkor rövidezzünk. Én is felhasználok egy kockányi vizét. Én egyet felhasználtam, de nagyon vacak lett, szóval felhasználok még. Várjál. Ja, mert izé, ez ha beszélgetünk közben keveset, és nem vetitek meg a társaságomat, és beszélgetünk erről, hogy egyáltalán hogy is vagyunk itt, és mi is a helyünk az életben és a világban, akkor még kaptok egy plusz kockát ingyér. Beszélgessünk, gyere. Az jó, 10 meg. Plusz kocka? Mennyi ideig? Mert ezt most fel is extra használom. Regains extra D6 hitpont. Tehát, hogy nem egy plusz kocka, hanem egy D6 hitpontot még. D6 pluszot kapsz. Egy.
20. Na így már nekem jó, mert az 5, 6, 7, 8. Jó, maxon vagyok. Majdnem egy ilyen. Maxon vagyok, és egyet kellett elizelni. És azt mondja, hogy melyik a short rest. Ó, Hexblade Curse, short rest. A totem is. Amúgy felírhatjuk egyáltalán? Vagy fel fog kelni, hogy ez megöl minket a fenébe? Nice. Te is kapsz a napra pushatot. Számoltam, fel kell használnom az összes szaros kockán. Long. Jó, nem baj. Egy Hexblade-et, azt visszahoztam, az nem rossz. Több, mint a semmi. Jó, ezt kidobáltál, értem. A csaló kurva anyján. Na jó van. Jó, meg a Wild Shape is visszajött Short Rest-re. Igen? Mm-hmm. Mm-hmm. Short or Long Rest. Mm-hmm. Azért az nem szól. No mindegy, hát akkor igazából a short rest után tudunk még egyet investigálni itt a környéken. Mi megbeszéltük, hogy hát igen, lehetne itt az, hogy akkor most lehet azt kéne megnézni, hogy a hétágú csillagnak a csúcsai hova mutatnak és merre, miért, meg hogy, és amúgy is. És azt elmondod, hogy miért nem szeretnéd a felrajzolni? Mit? Mert nem tudom, hogy igazából mi ez a jel. Megvizsgálom én is, hát én találok egy... Nem találok. Csak hogy előrébb legyünk annyival. Ja. Ezen a gondolatmeneten elindulva én nagyjából is megvizsgálom a teremnek a semmit nem látok. Hát tényleges a vért kell. Ugye a vérmedencés... Vagy bármi. Pisit. Jaj. Pisi lények jönnek utána. Hú, mi lenne a kókotai? Hát, hogy gondolsz, hogy elkötelezzük magunkat ezeknek? Nem, hanem felrajzolsz magadra egy olyan jelát, amiről azt se tudod, hogy ez most hát igen, értem, pozitív, negatív, lesz-e bármiféle hatása rád, főleg, hogy itt az alvilágban vagyunk, lehet, hogy máshogy hatnak ezek. Rám nincs rajtad, rátam ma. Azt kell bérlekelni, hogy az örökké valóságig. Mi? Itt leszünk-e összezárva, vagy megpróbáljuk? Engem mi? Nekem nem zavar az örökké valóság, itt vagyunk összezárva. Hát ha és utána letörlöm, akkor bízok benne, hogy ez ennyi volt, és magam mögött tudom. Investigálok, és akkor itt... Ha nagyon nincs más, de... Négy. Mi négy? Az investigation. Nekem is 10 volt is. Nekem 9. Szóval ez a nyaklánc egyébként. Nem hiszem, hogy fog nekünk segíteni a kijutásban, viszont érdekes, mágikus, úgy hívjátok, hogy mágikus, nem szokványos tárgy, ezért ha el akarna ragadni Erebosz, és nem tudom, hogy az alvilágban hogy működik ez, de... Elvileg láttuk, hogy már droppolt nullára, nem? Hát igen, de most ebben, ahol éppen vagyunk. Ja. Szóval, hogyha elragadna Erebosz Marka, akkor elvileg még egy utolsó esélyt kapsz. Nem teljesen, mert egyébként ahelyett, hogy eszméletlen lennél. Nézd meg. Ahelyett. Bárd ő is. Szóval nem a halál, hanem amikor nullára kerülsz, mondhatom ezért ezt így? Mondhatni, köszönöm. Mondhatod, csak így félreértettem. Hát igen, de gondolom nem arra számít, ez jó, nyújtsd el, csak nyugodtan, hogy csak eszméletlen. Ja, csak eszméletlen leszek, szarok rá, most megdobom azt a három izét. Sima. Én szóval... advantage-el dobom, bocs. Tudom. Hogy, de hogy... Én ezt úgy gondolom, hogy a harcos fiataloknak kellene viselniük. Többet ér, hogyha, többet ér, hogyha ő kell föl, ha leütik. Van egy ilyen a varázslatos és nem szokványos minket tárgyaknál, hogy... Kópi, felveted a szívecskét. Tudja, hogy nem nincs ezzel átkozva. Hát ezt amilyet én láttam, illetve hát amilyet mi láttunk, hasonló tárgy, az annak nem volt ilyen negatív vonzata. Ez persze nem azt jelenti, hogy ennek sincs. De van még egy olyan tulajdonsága, néhány ilyen varázslatos, nem szokványos, különleges tárgyal időt kell tölteni, hogy teljesen a magadénak tud. Mm-hmm. Hogy összetudjatok rezonálódni, kapcsolódni.
gyakorlatilag az részed lesz. Ezt egy órával korábban is mondhattad volna neki, és akkor... Hát igen, de most még ez a short rest alatt, tudod? Ja, igen? Hát nem, akkor gondolom. Igazából short restelhetünk, akkor ja, viszont, akkor tudsz ezért alatt ezt, ezt tumáljuk ott. Sikerül attól elúdnom, vagy ez nem kérdés, hanem ha reszelem az időt, akkor megy. Hát tényleg az is egy óra, szóval. Hát igen, tehát hogy most... Van időnk. Majd két órát eltököltünk itt. Eszegetünk. Toszogatunk. Ja, toszogatunk. És akkor, hogyha nullára droppolok, akkor plusz egy HP-t ad. Long tehát nem rest. Tehát nulla, ha nem egy. Nem nulla, nem, nulla ha nem egy. Tehát, hogy leütnek vagy nem nulla. Nem minusz 100, hanem... Long restenként, igen. Long restenként. Legjobb egyébként. Leugrasz az Empire State Buildingről, meghalnál, de egy HP-n ott vagy. Nagyon fáj. Nagyon fáj, de se... Nagyon fáj, de utána nem vagy. Igen. Ez egy feather fall. Ez egy kúra jó. Ez egy long restenként. Igazából akkor a fél orkok bárhonnan leugorhatnak. Egyszer. Hát naponta egy. Naponta egyszer, bárhol. Szép. Ezért jó izé, a masszív damage-es izé extra. De csak akkor, hogyha egyenesen esem, mert képzeld el, most zuhansz, és tudod, elkezd egy fa? Egy, egy fa, happy zuhansz tovább. Igen, az lesz az a kínos. Úgy kell célni. A csontváz, mint cucc, az ott maradt, vagy eltűnt? Tehát nem, maga... ő ott van. Szét. Jó, csak mondom, ez hogy közben, hogyha most újra öntjük itt a vizet, és megjelennek a kis nymfák, akkor meglátják, hogy a csont az szét van baszva. Tudom, porrázózom a bajtámmal. Ugyanúgy izé. Igen. Tehát, hogyha ezt rögtön meglátják, hogy ott szét van cseszve. Ja. Nem mi voltunk. Ezt már itt találtam. Csak rá én beszélek akkor, mert nehezen hazudok. Nem is szeretek annyira. Beszélj még attól független se, hogy az életünk múlik rajta. Hm. Én nem vagyok jó. Na, vizénél nem volt valami kulcsennél az őrző gólemnél? Hát én nem mondjuk láttam senki sem. Senki nem kutatta át. Én átkutattam, csak vacakul. Egy négyessel. Négy. Ja. Négyesen investigáltam, négyes láttam, hogy itt falak is vannak meg. Biztos, hogy csont. De ha szétszedjük darabokra. Az időnk van szétszedni. Elkezdhetjük külön hordani, hogy válpáncélt ide, azért oda. Darab. Hát ugye egy órát elpöcsölhetünk ezzel. Mit csináltok pontosan? Széthordjuk a csontváznak a dolgait. Én meg a bajtába csontokat, szét. De minden négy sarokba? Hát így kiválogat. Tudod, ilyen szisztematikusan kiválogatjuk, hogy csont ide kerül, páncél ide, válpáncél oda, bizé ide, nem tudom. Tehát, hogy annyira balfaszokat dobunk már mindannyian 15 órája, hogy... Lehet, hogy helpelni kéne. Egyébként, ja, lehet, hogy a help action az nem rossz történet, de hogy... Jó, szép. Egyszerűen így tudunk csak. Szeretnél válogatni testrész szerint, vagy segítsek medicine jelleggel? Mit, hova, vagy mindegy. Osztály szerint szétválogatni? Hát igen. Sigolják, egy helyen legyenek. Ne. Légy a sorba rendez, mert nem szeretném látni, hogy össze-vissza vannak. Na igen. Jó, oké, szét tudjátok hordozni. Oksi. Hát most már próbálkozhatunk. Ugyanúgy vízzel? És nem volt semmi nála. Széthordtuk darabokra. Kurva kulcs, egy tekercs, egy bármi, egy cetli, hogy izé... És jel, rajta volt meg. Jel. Ilyen hét csillag vagy már. Koponyájába se volt bele vésve egy hétágú csillag. Külön, hát... Hát lekiszedem a tigris cuccból a koponyáját. Kiszeded? Jó, és akkor így forgatod a kezedbe, hogy találsz rajta? Hát ja, ne, megnézem. Hát most egy órán keresztül ezzel elpöcsölök meg. Volt egy szoba, ami tele volt megmetszett homlokúakkal, szóval lehet, hogy ráállt a szemünk, hogy ott keresjük hát először. Jó, oda van vésve egy. No. Tessék. No. Akkor lehet a homlokunkra kell fel rajzolni nekünk is. Vagy felmutathatjuk. Így fogom a fejet, és akkor beleöntöttünk, akkor itt a jár. És mi nem is bejünk itt. Felrakod egy ilyen izi nagy láncra a nyakadba, mint bling. Hát rajtatok múlik, mert én nem tudok harcolni, szóval, hogyha megint
jönnek ezek a... Kurva jó vagyok, szétvatok minden. Ezek a víz lények, nymfák, bárki mégis legyenek ezek, akkor nektek kell velük. Ha nem jó a terv, akkor nektek kell velük megküzdenetek, úgyhogy ha szeretnétek... Persze, hogy... de innen valahogy ki kell, hogy tudjunk menni, tehát hogy nem hiszem, hogy ez itt a vége valaminek. Kell, hogy felrajzoljam a homlokomra, bármi is tegyen, az akkor felrajzolom. Egy fasz. Ki az, aki bármennyire ért az arkán dolgokhoz? Akkor egy olyan próbát szeretnék kérni. Arkán. Te? Vágod? Hát van arkán a proficiency. Tetszik? Ezért mondod, hogy tetszik? Nem. Semmit nem mondod. Nem, én nem értek én ehhez. 12. 11. 20-esről átfordult. Jó. Ahogy elkezded tapogatni, megvizsgálni a jelet a padlón. Ezt hittem a... nem a csöcsök. Mint hogy elkezdenéd egy minimálisan... Így már át is enged. Erre vágyom. Tipre nem tudod teljesen megérteni, hogyan kéne ezt, de elkezdesz próbálkozni, hogy tudnál-e valamit aktiválni ezen, mert úgy tűnik, mintha eddig is minden ilyen jel mágikus volt a Földön, hogy hát, hogyha... Jó, hát elkezdem, elkezdek olyanokat mókolgatni, hogy megpróbálom egy shocking respell, így megfogom a izét, és akkor így villámot bele küldeni a izébe. Aztán megpróbálom valamikor egy kis chill touch-sal, hogy megpróbálom megfogni, vagy így hozzáérinteni az ujjat a izéhez, a jelhez. Jó, megpróbálom az elvilágít. És öletek szembe a falon, ahol állt az a izé, egy ilyen Nix, vagy Nux színű portálszerűség jelenik meg. Akkor a nekrotik? Nekrotik? Valószínűleg igen. Kemény. Előre megyek. Kövessetek. Oké. Okay. Én belépek, persze. Jó, mindennyiatok átlép rajta. Majd kiléptek egy... Vérhez... Nem. Egy kis zsákutcába találjátok magatokat, fa épületek között. Úgy néz ki, mint a valóság. Kijutottunk a virágba, bátya. Vagy csak azt hiszük. Vagy csak át vagytok verve. Sose juttok ki. Fölnézek az égboltra tényleg, hogy vannak csillagok, meg ilyenek, meg minden. Nappal van. Ja. Ó, kurva életben. És első pillanatra egész igazinak tűnik minden. De másodikra. De másodikra. Na hát kijebb mozogtok? Hát zsákutcában vagyunk, előttünk a fal, vagy hát hogyha hátra nézek. A zsákutcából jöttetek ki. Ja, értem. Szóval, hogy előttetek ahogy kilépünk, volt, hogy egy utca van, úgymond. Aha. És a portál eltűnt? Az, hogyha kiléptek mindannyian, akkor igen, az eltűnik. Uh-huh. Nem tudod, benn marad, hello! És emberek, járók, elők, ilyesmi. Hát egyetlen pillanat alatt nem, de hogyha elkezdtek mozogni, akkor kinéztek az utcából, és látjátok, hogy ez egy kis városka, viszonylag ilyen maszkos csávok vannak benne sok. Nem, először, amit megláttok, az egy szatír fiatal lány, semmilyen nagyon különleges... jegye nincsen, világos barna színű, fehér pöttyökkel. És belenézek a szütyőmbe. Háttal van nektek, szóval olyan, mintha itt lennétek, és ő mondjuk így elfele megy. Belenézek a szütyőmbe, a pénzes szütyőmbe. Igen. Van benne lélek szilánk? Egy még volt nála. Nincsen. Ellopták. Hát vagy csak visszatértünk. Igen. Nincs már nálam a lélekszilánk. Lépcső lehetett? Hát vagy ott volt a kiáratottan a idő? A bótá? A hétágú csillagosoknak a lépcsője? Van egy csepkendő a dóradon, Poppi? Lehet, hogy igen, nekik ez volt a kibejárat, jelzi. Hogy tudjanak közlekedni az alvilág és felszín között. Ja, valószínűleg több út van. Ilyen. És több ki és lejárat. Viszont én annyira megörülök ennek a szatírnak, hogy kérdés nélkül elkezdek kiabálni, hogy hé, figyelj, hé!
megfordul, látszik, hogy egyébként tök boldog. Amúgy most már, hogy így azt mondjátok, jó, itt vagyok, nézem. Nem éppen azt várom, hogy mikor ugrik rám valami, vagy mikor halok meg. Szépen ilyen kis... 50 fölött. Kis, látjátok, hogy virágfüzérekkel föl van díszítve az utcak, épületek között, stb. Szóval egy egész kis kellemes hangulat van, azt kell, halottak napja van. És így megfordul. Egy fél órára. És így... Így nagyon kedvesen integet nektek. Hát én oda kocogok, és elkezdek neki hablatyolni, hogy hello, hogy ki vagy, és most milyen évet írunk, és hol vagyunk, és mi ez most? Én Agni Mileo vagyok, és leesik nektek, hogy ugyanabban az évben és hónapban vagyunk, amiben ti utoljára van emléketek. Mm-hmm. Mintha nem, nem telt idő. Telt volna el. Egy, hát hónapban. És ez a hónap egyébként, mondom nektek, hogy melyik szóval hónap. Sokat nem voltunk IRL se lent hónapban. Hát hetek. Heteket. Hát hetek. Heteket. Azért hetek elteltek. Mm. Az eltelt. Hogyha megtalálom, akkor el is mondom, hogy melyik hónap. Legyen tavasz, legyen tavasz. Télva. Majd egyszer ki is fogom tudni mondani. Annak november. Ana? A, nag. Nag. Rip. Rip. Y-al a rip. Anna grip. Ni-on. Rip. Anna gripon. Anna grip ni-on. Anna grip. És azt is tudjátok. Ez grip ni-on, nem? Hogy Anna grip ni-on, igen. Szóval ez a hónap biztos... csak minden harmadik évben van. Hú, ez ilyen szökő hónap. Szökő hónap. Szökő hónap. És ezt a minden hónapot egy istenhez társítanak, ezt a Krufixhoz társítják ezt a hónapot. Krotisznak a... Krufixolni kell egész nap. Az az ikertesója, nem? Igen. Uh-huh. És ti mi járatban? Jöttetek az ünnepség? Ó, gondoltam ám ezekből a virágokból valami ünnepség. Mit ünnepeltek? És egyébként kicsit eltévedtünk is azt, hogy ne haragudjon, hogy beleszólok. Beszélgetésben, hogy kicsit eltévedtünk mi. Merre is járunk? Hol hát vagyunk? A völgyben vagyunk. Aha. Van ennek a völgynek esetleg neve? Mondom neked, amúgy Skola völgye neve, Skola de ez völgye. Egy nagyobb terület. Hát én ismerem ezt a helyet. Te ismered ezt a helyet. Hát tudom, ebben ugye több település, falucska, városka, micsoda? Mindenféle lehet, hogy ez egy ilyen értem. Nagyobb terület. Mindjárt mutatom a térképen egyébként. Itt is töltöttem a éveket. Maradjunk ennyiben. Itt is szatírkodtál? Hát szerint. Skola völgye. Gondolkozok így. Semmi. Róla. Tudok-e bármit? Róla. De nem hiszem. Hát, járni még biztos nem jártam. Itt is laknak híres orákulumok. Ó. Aha. És már tudjuk, hogy az egyik portál az... Aha, az ott bent, ott a izében, a hegyek között. És ott között. És itt általánosságban itt élnek inkább a szatírok. Szóval nyilván meg lehet állni mindenhol őket, de ez, ami azt mondod, hogy... A szatír. Ez a hely. Szatír főváros. Szatír főváros. Ha. Ez egyébként első ránézésre nem tűnik nektek fővárosnak. Szóval, hogy... Kisebb település. Város, aha. Nem falu, annál nagyobb, de kisebb, igen. De ugye ezt akkor tudjátok jól megítélni, hogy tovább mentek, de hogy... Hát akkor tényleg nagyon eltévedtünk is azt. De köszönjük szépen. És milyen ünnepség? Hát igazából itt hálát szoktunk adni az isteneknek, de főleg igazából Niliát szoktuk imádni legfőképpen, de a többi istennek is, ugye, hogy hát van... ételünk, meg italunk, és akkor minden hónapban szoktunk nekik áldozni karametrának, igen, főleg inkább karametrának. Na, karamellát én is nagyon szeretem. És áldozunk nekik kaponát, meg ételt, meg italt, és akkor ez holnap lesz ez az ünnepség, és akkor erre minden hónapban készülünk, hogy nem kell éheznünk, és akkor ők megáldanak minket mindig. Tehát ez nagyon jól hangzik. Igen. És mindenki mindig nagyon boldog, kimegyünk, táncikálunk. Milyen napszak van amúgy? Azt mondanád, hogy nem tudom, kora délután, amikor délután, de nem esteledik.
Van esetleg olyan ritkicsasszony, ahol meg tudnak szállni a utazók valamilyen... Persze, igen. ...fogadó, igen, vagy... Igen. Ilyesmi. Jó. Az, arra... Elmondjam, erre kell menni. Arra. Én rákérdeztetek, hogy itt van-e esetleg a közelben Kressa? Az orákulum, akihez mentem tanulni. Én nem tudok ilyenről. Nem, oké. Nilla's favorite, druidái? Druidák. Hát ők nem szoktak annyira itt nálunk lenni, mert ők szoktak kint lenni inkább a vadonba, főként, és ők gondolom maguk adnak hálát az isteneknek, hogyha hálát adnak, ők ezért nem szoktak ide bejönni hozzánk. De biztos, hogyha nem mentek olyan sokat, de mentek azért, akkor találtok biztos. Itt az erdőkben, a környék, még a igen, itt a völgyben. A völgyben sok ilyen druida van. Igen, mert van ilyen körük, és akkor ők a Nilához nagyon hűségesek, őt nagyon imádják. Ismerem őket, több spancim is van ott. Mi? Te jártas vagy spanci? Itt? Sőt, most így szétnézek, nem tudom mennyivel kell ki. Ez a szülőfal. Itt most, ahogy nem. Jaj, anyukád éppen mossa a ruhát a patakba. Szomszédban. Hogy... Druida jel nincs valahol, ami druidák értenek. Druida jel. Itt épp most nem, de majd nézegetheted a városba, hogyha gondolod, hogy uh-huh. Jó. Elvileg arra talán nem is kell investigálni, nem? Hanem a druidák azok felismerik egyből. Igen, és azt hiszem, hogy sokféleképpen üzenhetnek így felhővel is, meg ilyenek, vagy nem arra gondolsz? Nem tudom. Szerintem arra gondolsz, a druidic language. Igen. És egy más is felfedezheti, de nekik aktívan investigálni kell. De ilyet te is tudsz hagyni, nem? Aha. Jó, oké. Okay. Szóval itt is hagyom, hogy itt vagyunk. Keressetek. He last favored. Jó. Okay. Megérkeztünk a városba. Van-e valami figurát, így ezt az... Van-e valami formája, hogyan te ezt szeretnéd? Ez lehet igen, növény. Az egyik leveszem az egyik csigát, ami itt van a nyakamból, hogy egy csomó kis csigaház van itt, szóval egy kicsikét leveszek, és akkor ez az, amit így elhelyezek az egyik háztövében nyíló gyom növény környékén. És az egyik gyom növényt ezt egy kicsit így meghajlítom. Mit csinálsz? Tökre meg. Mi? Megkérdezi az NPC. Ja. Látsz, csak üzenek egyet. És nem magyarázom neki, hogy ez kinek? Mit jelent. Hm? Mit? Kinek? A társaimnak, majd ők érteni fogják. Te is ilyen drúgy. És te hova tartasz? Hát, éppen így készülődök, mindenféle segítek mindenkinek, amit lehet, így virágokkal díszítünk, meg előkészítjük az áldozati ételt. Ja. Ki itt a városban a főnök? Hát itt a városban a főnök, random name generátor. Valami osz. Ah, igen, bravos. Kriakos. Kriakos primakis. Ficus cookies. Ő egy ilyen bácsi, ő is szatír, és nagyon kedves. És ő is itt lesz holnap az ünnepségen. De szerintem most éppen elfoglalt valószínűleg, mert neki ilyenkor sokat kell készülnie. Köszi szépen. Nem szoktak lenni erre fele. Vagy... Ja, nem, elkérdezted, hogy kicsoda. Uh-huh. Ja. Hát, hogy ki szoktak itt lenni ilyen, itt ilyen... Ilyen gonosz emberek? Nem gonosz. Járnak erre fele ilyen, akik azt mondják, hogy vigyázzál velük, mert gonoszok? Kerülne csillagosok, őket? Mondjuk. Vagy esetleg visszatérők. Nem szokott lenni. Akkor jó. Nem. Akkor jó. No. Minket a druidák megvédenek, nem engedik, hogy így az erdőből jöjjenek ilyen gonoszok. És a sikátorból? Ezek szatírok, ezek pont az ellentétét. Imádják a sikátorból jövést. Takarás. Nem volt szag. Én még nem találkoztam velük, de... Szerintem ez azért van, mert tényleg megvédenek ők is, meg az istenek is, meg még a polgármester is, vagy... Polgár. Az istenek, a meg a polgármester. Meg a jelő, jó. Tehát... A jelő úr. Jenoikos. Jenoikos úr.
Esetleg egy szállásadóhely van itt a közel. Igen, arra, megint eldarálja ugyanezt. Ja, bocs. Igen. Az előbb ide pisiltam. Sikáltad a másik felé. Megnyílt így a portára, hogy visszahugyoztál a portára. Lehugyoztad az izé hulláját. Amúgy még mielőtt elmennénk, én azért természetesen megköszönöm Agni Milenának, hogy segített, meg kontaktot cseréltünk, hogy tök jó, hogy találkoztunk, nagyon örülök neki, itt vagyok, meg ez vagyok, neki is adok egy ilyen kis... Előbb social media, falevél. Találkozunk az ünnepségen, és akkor neki is adok egy ilyen kis csigát, egy nagyon picit. De csak úgy szeretnétek, majd... hogy valamiben segítsek? Kell nektek valami segítünk? Készültek a ünnepélyre? Valamilyen? Őszintén szóval egy kicsit össze kell szedni magunkat, mert egy nagyon kalandos úton vagyunk túl, és még így nem teljesen tudom. De akkor ti nem vagytok ilyen gonoszak, akik ide jönnek? Nem. Nem akarunk rosszat senkinek. Ha gonoszak lennénk, akkor nem mondtuk volna, hogy láttatok-e gonoszakat. Mi ilyen csillagosak vagytok ti is? Valaki még rajta van a csillag, amit magáltad rajzolt, nem? Ja, ennyiük... Igen, gyomlok az olyan, és akkor megkérdezik, nem jönnek ide ilyen csillagos gonoszak, és egy ekkora csillagot van a fantipejére rajta. Nem, gonoszak, vagy csillagosak. Vagy csillagosak. Jó, akkor szép napot nektek, és akkor holnap este fogunk, mert nagy tüzet gyújtunk, nagyot, és akkor ott találkozunk, jó? Nagy tüzet gyújtom. Itt a városon kívül, vagy a város? A város közepén, a téren, a főtéren, ott szoktunk, értem. Igen. És akkor táncolunk, énekelünk. Meg lesz bor. Igen, és akkor áldozunk. Meg igazság akkor. Áldozunk, és mindenki örül, mert van mit enni, meg van mit inni. Hát fontos, igen. Jó van, hát megkeressük, pihenjünk meg, mert messziről jöttük. Jó, akkor jó pihenést kívánok nektek. Neked meg jó munkát. Cső. Viszlát. Azért én csak... Nagyon finom a krumpli, a héjában sült krumpli ott, ahova mentek. Úgyhogy azt vegyetek. Köszi. Krumpli az nem azt tehetsz, szabad. Hát egy kicsit sok benne a kemény. Nem baj, egy a kemény ütött, hogy mindig olyan kemény lesz. Ez egy krumplit, igen, hogyha jó ki van főzve. Egyébként is le van húzva a bőre. A bőrét megeszem én. Igen. Ez a bőre a legfinomabb, amikor olyan... ropogósra sül ki bőre. Ropóra, bőre. Miért van olyan rossz érzésem, hogy ez a holnapi fesztivál, ez katasztrófába fog fulladni. Hát, el kéne torszani, meg kéne nézni még egyszer ezt a sikertort, ahol jöttünk, hogy van-e bármi nyománnak gyerek, a portálnak. Lehet, ők is hagynak jeleket. De is valami ilyesmit csináltál, nem? Vagy gondolod, hogy ez teljesen... Rejtettem, egyszer olvastam. De gyárjunk nyitott szemmel. Ja, mert csináltam, hogy a csapdát ásunk egy ködröt, beálltunk ládákat, és hát lefedjük falevelekkel. Hát, de akkor szerencsétlen. Azt a falat próbáljátok jobban átvizsgálni? Házak rálépjön. A végén lehetek is beleesni. Lehet, igen. 17. Jó, te észreveszed, ilyen nagyon inimini, nagyon elrejtve ott van, bele van vésve a csillag. De nehezebb. Tört meg a mágiát. Vajon lekaparjuk? Eltüntetjük? Runa robbanás. Nem hiszem, hogy bárkik is legyenek ezek, ennek a szegény kis falunak a vesztét lehet, azt okoznánk ezzel a... De miért pont ide vezet ez a... Hát mert valószínűleg kietlen, senki nem gondolná, hogy ide jön, nincs nagy ellenállás. Messze van a... Mindentől. Nekem nem komfortos itt hagyni ezt a csillagot. Olyan, mintha utat engednék bármi rossznak, hogy töltse el a völgyet. Csak nehogy a bosszújukat nehogy rajtuk töltsék, csak erre gondoltam. Rajtuk. És mutatok így a város. Hát ez a hely falura. Egyébként azért egy minimum 4 napra van Akrosztól, és olyan kb. 2-re Szetesszától. A Letisztől meg szem van 1 hét is. Én még csak ott voltam. Én erre még nem is jártam életemben sosem. Én a sivatagban voltam sokat ott a napukám. Ez éjszaka is van, igaz? Pusztíts, de nyugodtan azt a jelet. Én elpusztítom a picsába ezt a jelet. Idegből. Árkémből. Vagyis hát megpróbálom. Jó, próbáld meg. Lekaparni.
kis késem. Primal Savagery. Hát igazából... egy ilyen pénisz rajzolni helyett. Nem tudom, valami. Késsel elkezded nyiszatolni. Hát jó, ez... le tudod egyébként. Ennek nincs mágia töltete. Ezt lesatíroznám, ez úgy, hogy van. Le tudod. Ennek nincs, de ami a földön. De ami alatta van, egy vissza. És te újra, a labirintus elején találod. Ó, basszus, mindenki megy ünnepelni megint, ez nagyon ismerős. Lesatírozom a... Szóval... Ez kimülök vagyok. Meg kellene tudni, hogy itt a védelmező druidák környéken esetleg tudnak erről az egész hétáról. De hogyha Poppy most üzent nekik, akkor majd úgyis felkeresik. Találnak minket. Illetve amíg téged. Megyünk a fogadóba, addig menjünk keresem a fogadóba. Én is jelleket. Jó. Igazából nincsen messze az a fogadó. Ő egyelőre nem lehet semmilyen különösebb jelet, amire így figyelmes leszel. Beléptek a fogadóba, látjátok, hogy egész takaros kis hely, tényleg sürögnek, forognak az emberek, úgy néz ki első pillantásra, mintha lenne egy szatír, hát egy kisgyerek pincérnek, vagy felszolgálónak, meg valaki ott valahol a pult mögül, és sürögne, forogna, viszonylag azért vannak bent emberek, vagy így szatírok főleg, itt inkább azok vannak, és így beszélnek, tényleg sürög, forog, mindenki, élet van. Életben. Mm-hmm. Life. Nincs ilyen izé? Hirtelen egy perception szeretnék kérni. Hirtelen perception. Hirtelen jó lett az 17. 11. 18. 21. Jó, észreveszitek, hogy van egy darab valaki, aki mintha nem tűnne olyan jó kedvűnek, egy szatír. Ül egy asztalnál. Mm. És ő így inkább úgy néz ki, mint aki szomorában iszik. Viszont sajnos... Meghal. A szomorú szatír. Viszont sajnos felrobban a hely. Nem, viszont sajnos ennyi a mai játék. Szomorú szatír. Úgyhogy, hogy vajon ő miért szomorkodik, amikor mindenki örvendez annak, hogy itten buli lesz. Kultista szatír. Szomorú szatír. Az majd lehet. Fiú vagy lány? Derülni. Férfi. Fiú. Akkor nem mondhatjuk, hogy szomorú szatír lány. Nem sajnos. Ki tudja, mindenki érzi magát. Köszönjük, hogy velünk tartottatok. És még legközelebb nem tudjuk, hogy pontosan mi lesz, de mi? Varázslat. Parázslat lehet még. Mármi lehet. Lehet. Vagy de? Hát only war. Hát, vagy. Vagy nem only war. Ja, de legközelebb. Hát vagy igen. Az is lehet. Őrületes. Lövöldözés. Hajós. Hajós elfoglalós. Ja, tényleg, azt tök tudjuk, hogy mi lesz. Igen, az de hogy utána. Nem tudjuk. Az lesz, hogy piu-piu, piapám. Na pusz. Hogy a te rossz az most. Megbízunk benne, hogy nem egy év múlva találkozunk, te rossz. Igen. Főleg most, hogy végre már megint tudod, hogy tudtok indulni valamit. De igen, tehát most még a kaland legelején voltunk eddig. Meg a tutoriál, most jön a főcím. Igen, ez egy ilyen szinematikus az elején a játéknak. Igen. A bevezetőt megcsináltuk. Úgyhogy lehet csinálni dolgokat. Akt 1. Köszönjük a figyelmet, sziasztok! Sziasztok! Metagame, kártya és társasjátékbolt, társasjátékban. Ugyanúgy megtalálod a népszerű címeket, mint a különlegességeket, ritkaságokat, legyen az gyűjtögetős kártyajáték, társasjáték, szerepjáték, wargame vagy ehhez kapcsolódó kiegészítő. Válogass kedvedre Kádár utcai boltunkban vagy webshopunkban. Ha szeretnéd kipróbálni a játékokat, vagy megmérettetnéd magad versenykörnyezetben, szeretettel várunk az ország egyik legnagyobb klubjában, a Nyugati mellett. Média partnerünk az elefg.hu, naprakész szerepjáték és sci-fi tartalmak. Csatlakozz Magyarország legnagyobb szerepjátékos Discord szerveréhez. Keres játékostársakat, játsz online, vagy csak beszélges és szórakozz más tavernásokkal. Mire vársz még? A videó leírásába vagy a stream alatt megtalálod Discord elérhetőségünket. Spotify-on immáron podcast formában is hallgathatod kalandjainkat. Köszönjük Patreon támogatóinknak! Navarik, Vangrizar, Gófer Valentine, Melchior, Miyamoto Musashi, Slityu, köszönjük! Köszönjük szépen Twitch feliratkozóinknak! Los Blancos, Milan, Gófer Valentine, Norbi Papa, Amdos, Dobó Kapitány, Zolax, Lao, Esbence, Atomo, Salifater, Mjölnir Storm, Varug, El Petya, Akonag, Hightech és Dvangrizár. Köszönjük!